mert igenis 14 éve kormányzás alatt, hogyha nem is hibákat, de azért mégiscsak fiatalítani is egy kicsit kell. Most nem a legjobb rend talán a Fidesz, de mindettől függetlenül nekünk ki kell tartani mellette. Gyakori kritika éri a Fideszt, hogy teljesen elengedték a fiatalokat. Eljöttünk a Fidelitas nyári szabad egyetemére arról megkérdezni a fiatalokat, hogy ők miért támogatják a Fideszt, és miért szimpatizálnak a kormánypárttal. Számodra miért szimpatikus a Fidesz és a Fidelitas? Én azt gondolom, hogy egy olyan jobboldali közösség, ahol rengeteg ember találkozik, és olyan értékrendeket képvisel, ami szerintem a legfontosabb. Legyen az a család kérdése, legyen az egy nemzeti kérdés, nemzeti ügy, úgyhogy szerintem ez abszolút fontos, és ez miatt. 14 évesen léptem be a Fidelitasba. A belépésemnek az oka az nagyon egyszerű, én egy keresztény, konzervatív, jobboldali családban nőttem fel, ahol ezek az értékek fontosak. Én ezeket az értékeket kaptam a szüleimtől, és amikor beléptem a Fidelitasba, én arra vállalkoztam, hogy én ezeket az értékeket szeretném minél többeknek közvetíteni, és azért dolgozni, hogy a jobb oldal folyamatos sikereket tudjon elérni, és ezeket a megfelelő értékeket tudja képviselni a magyar döntéshozatalba, akár önkormányzati, vagy országos szinten is. Nekem alapvetően a Fidesz volt az, ami megfogalmazta azokat az alapértékeket és az alapgondolatokat, amikkel leginkább egyetértek. Tehát, hogy ugye külön tudjuk választani a helyi és az országos politikát. Országos politikában is vannak olyan üzenetek és olyan intézkedések, amik például fiatalként megfogtak. Tehát én még országos diáktanács tagként és a diáktanács delegáltjaként a 25 éven aluliakra vonatkozó személyi jövedelemadó mentességről egyeztettem az akkori családokért felelős miniszterrel, és akkor is láttam, hogy a fiataloknak mekkora beleszólása van bizonyos döntéshozatalokba. Van egy csok, most van a csok plusz, van egy babaváró hitel, tehát ott támogatjuk az embereket. És az én korosztályomban például egy családalapítás az inkább érték alapon történik, nem anyagi alapon. De pluszban van anyagi segítség, tehát hogy még megkönnyíti azt, hogy családunk legyen, és teljesen más ebbe a kontextusba így élni. Én már 2017 óta a Fidelitasnak a tagja vagyok. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz azért értéket teremt, és amióta benne vagyok a Fidelitasba, és amióta benne vagyok a Fideszbe, azóta én rengeteg élménnyel gazdagodtam. Úgy gondolom, hogy mint fiatal az esziamentesség az nagyon sokat segít a mindennapokban is, mint értékek alapján is tudok velük azonosulni. Vannak olyan felmérések, amik azt mutatják, hogy azért a fiatalok nagy része nem a Fideszt választaná elsődleges preferenciának. Erről mit gondolsz? 35 éves korig, hogyha valaki el szeretne jutni, akkor számos olyan dolog van, amit jelenleg manapság Fidesz-KDNP pártszövetségnek a kormányzása adott. Gondolhatunk a családtámogatásokra, gondolhatunk autóvásárlási támogatásokra, a nemzeti tehetségprogramra, gondolhatunk a előbb említett személyi jövedelemadó mentességre, amivel sok-sok forintot maradhat a fiataloknál. Az, hogy nem biztos, hogy belegondolnak a fiatalok abba, hogy ezek az intézkedések jelen vannak, és hogy honnan jönnek ezek az intézkedések, ez lehet szerintem annak az oka, hogy miért jelenik meg ezekben a mérésekben. A fiatalság inkább egy lazább vonalhoz megy, vagy egy radikális vonalhoz megy. Hogy a Fidesz kicsikét lazább lenne, kicsikét baráti hangon közelítene meg dolgokat. Tehát nem mindig az lenne, hogy kiadunk egy közleményt, elmondjuk, hogy ez így kell, hogy legyen, hanem úgy kommunikáljuk, hogy egy fiatalabb ember, akár Fidelitasban kezdett ember, aki államtitkár lett, helyettes vagy polgármester, ők mennek ki a fiatalok köré, és ők mondják el, szerintem az egy tök jó dolog lenne. 14 év kormányzás, az egy tetemes idő, és egy idő után azért mégiscsak a politika egyre jobban annak a szintere, hogy brendek vannak. És a Fideszt elkezdték azzal azonosítani, hogy nyilván az idősek pártja, ami hát alapvetően nem igaz, már csak ha megnézzük ezt a Fidelitas rendezvényt is, ahol itt van 300 fiatal, de ettől függetlenül igenis szükségünk van nekünk is megújulásra, szükségünk van új fiatal politikusokra, szükség van arra, hogy odaengedjenek tényleg olyan fiatal tehetségeket az asztalhoz, akik tudnának változtatni egy kicsit. Haladunk a jó irányba. Nagyon fontos a digitális tér meghódítása, tehát az újabb trendek követése,
illetve az, hogy nem mindig csak ilyen nagyon feszesen beszéljünk, hanem igenis engedjük el magunkat, próbáljunk meg lazán is gondolkozni. Szerintem ez nagyon fontos. Ma egy fiatalnak rengeteg lehetősége van érvényesülni és boldogulni Magyarországon. Gondolok arra, hogy nyelvvizsgatámogatás, jogosítványtámogatás. Én magam is fiatal családos vagyok, és a fiatal családosoknak is rengeteg lehetősége van a csoktól, babaváron át. Rengeteg olyan dolog van, amivel az ember el tudja kezdeni az életét. Szerintem nekünk arra kell fókuszálni, hogy ezeket a pozitív intézkedéseket még inkább fiatalosan, lendületesen el kell magyarázzuk a fiataloknak.